A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az asszály és a finanszírozási nehézségek veszélybe sodorták a magyar hallgazdaságokat is. Lévai Ferenc, a MAHAL szóvivője reménykedik, hogy a kormány az ágazat segítségére siet. Most nézzünk meg egy beszélgetést a szakemberrel. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet, kettős minőségében, az egyik oldalról az Aranypony ZRT elnök vezérigazgatója, másrészt a MAHAL szóvivőjeként szólítjuk meg. Annál is inkább, mert az elmúlt napokban megjelent egy olyan elemzés, ami azt hiszem, hogy a hallgazdaságok jövőjét is befolyásolja, hiszen erről beszélt, hogy milyen elkeserítő helyzet van az ágazatban. Menjünk végig, hiszen a száraz és aszályos időjárás az alap, amiről kell, hogy szó essék, annál is inkább, mert hogy nincs kiút ebben a pillanatban még. Óvva intenék mindenkit attól, hogy elhiggye, hogy majd amikor három napig vagy egy hétig esik az eső, akkor ennek vége van. Nincs vége. Ez egy trend, tudomásul kell vennünk, ez egy folyamat, ami most már 15 éve tart legalábbis. Most csak elértünk egy szintig, és nyugodt szívvel mondhatom, sajnos, és itt most ez nem jó szó, hogy nyugodt szívvel, háborgó szívvel, hogy ez folytatódni fog. Ez az ország kiszáradt, ez az ország ki fog száradni. Itt a lépések lépése után vagyunk már, és az, hogy mi halasok kiabálunk, az csak azért haladszik egy picit talán ki, hiszen mi egy pirinyó vagyunk az ágazatban, mert a másik 3 millió hektár is szárad kifelé. Ebben az egész szituációban nem most kellett volna gondolkodnunk, hanem 10-15 évvel ezelőtt. Elmondtuk akkor is. Nekünk már 2010-11-ben is megvolt a bajunk az asszállyal, akkor is elmondtuk, hogy vizet tessék kitartani. Most is azt mondjuk, minden csepp víz kell Magyarországon, minden csepp víz kell. Rengeteg minden kellene még természetesen. Aki azt gondolja, hogy víz nélkül is van élet, igen, van, egy egészen másfajta élet. Az élet nem szűnik meg, csak átalakul. Most éppen afelé tartunk, hogy átalakul, és azt gondolom, hogy ha Magyarországon ebben nem intézkednek azok, akik erre hivatottak, és nem formáljuk át a szemléletünket, és nem mutogatunk másokra, akkor igazán nagy bajba kerülünk. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy ezen a helyzeten, ha túl gyorsan nem is tudunk, de változtassunk. De ezzel már régen el kellett volna gondolkodnunk. Prioritások, mi az első, mit tudunk tenni gyorsan, mi a középtávú lehetőségünk, hogy gondolkodunk hosszú távon. Nem látok ilyen elemzéseket. Nyilván mi belekényszerülünk, most már majd bele fog kényszerülni a többi kollégánk is, azok az állattartók, akiknek le kell a marháját, kecskéjét, birkáját vágni és eladni, mert nem tudja mivel megetetni. Mert a tavalyi 6000 forintos szénaárak most 17-18 ezer forintnál tartanak, és nincs, aki meg tudná fizetni, az se. Olyan szituációba kerültünk, ahol a visszhiány mellé csak társult minden. Ez olyan, amikor az ember ugye tudja, hogy ha kapott egy pofon, még kettő következik. Hát azt hiszem a másodiknál vagyunk körülbelül. Az asszály az csak egy, a következő nagy lépés, ami korlátozni fog bennünket, az energiárak ebbe a kérdésbe. Ebben a cikkben még ezt nem is taglaltuk, hiszen ez egy átfogó elemzés csak arra, hogy mégis hogy nézzünk most ki. Nem lesz, aki szivattyút fogja üzemeltetni. Ki tudja üzemeltetni a szivattyúját? A mi cégünk áramszámlája 12 millió. Tudatosan készültünk arra, hogy függetlenítsük magunkat. Két napelem parkocskánk van, csak azért nincs több, mert minden létező fórumon akadályozzák, hogy rákössünk a hálózatra. Nem örül az áramtermelés, az MVM, nem örül annak, hogy bárki napelemet telepít. Aki majd megpróbálja, majd nézze meg, hogy mekkora tortúrával jár, és milyen mesterséges akadályok vannak az útjába. És hogy számoljuk el azt, amikor én adom az áramot, és hogy amikor veszem az áramot. De nem is ez a kérdés, az, hogy nem fognak tudni üzemelni. A dízel szivattyúk se. Ilyen gázolajárak és ilyen villanyárak mellett, akinek öntözni lehetősége lenne, vagy halasszavat feltölteni lehetősége lenne, az se fogja megtenni, mert számol. Papír ceruza kérdése minden. És ezt a papír ceruzát rengetegen elő fogják venni. Rengetegen előveszik, és ez november-októberre már itt lesz, amikor megkapjuk az első számlákat, akik megkapják. Én megmondom őszintén, ezelőtt két hónappal már veszélyhelyzetet hirdettem ki a cégnél, megnéztük, hány hűtőnek szabad megnézni, megnéztük, hogy kell-e 12 lámpának égni, ha bejön egy ember az étterembe, megnéztük, hol kell a pincébe kihúzni az összes létező dugót, mert nem kell menni a hűtőnek, ha egy hétig nincs ott senki se. Nagyon-nagyon javasolnám mindenkinek, aki most hallgatja ezt az adást, nézzen körül,
Mint tud a spórolni? Nem az a kérdés, ki a felelős az egészért, mert az nem a mi szintünk, legalábbis nem az enyém. Én nem tudok ezen elmerengeni, és nem is szeretnék. De azt igen, hogy mindenkinek meg kell tennie az egyéni kis védekező, meg ki kell építenünk az állást. Hogy tudjuk megúszni? Ez csak megúszni lehet. Nyilvánvalóan, ha összedől az ipar, nyilvánvalóan a szolgáltatások jó része megszűnik, nyilvánvalóan, ha megint lesz pár százezer munkanélküli, akkor egy egészen más országgal fogunk találkozni. De abban az országban meg kell élnünk, és tovább kell vinnünk ezt az országot. És az, hogy mi halászok most ebbe, halasok ebbe, kiabálunk. Hát talán egy kicsit korábban ébredtünk, vagy talán egy kicsit kompresszebben látjuk, mit élünk a természetbe. Ez nem búza meg kukorica, hogy háromszor ránézek, aztán hallgatunk, azt jó napot kívánok. Nem. Ez egy olyan élő természet, ahol minden nap benne kell legyél. Minden nap a részese vagy a történéseknek. Minden nap látod az apadó vizet. Minden nap látod azt a ide sereglő vadmadár tömeget, amelyik már a kiszáradt, nem tudom, hallották-e, csak a horgásztava közül 120 kis vízfolyás szágat már ki, és nem telett meg vízzel. És ez még ez csak a kezdet, mert a halastalokról még nem is beszéltünk. Olyan iszonyú károk keletkeznek a természetbe, amiről még egy szó nem esett az asszály kapcsán. Hova lett a rengeteg vízimadár? Hova lett a rengeteg vízhez kötött életű állat? Legyen az egy tegzes lárva, legyen az egy béka, legyen az egy teknős béka, egy gőte, egy vízisikló, hova lettek ezek? Hova lett milliónyi szereplője a víz nélküli életnek? Hát elpusztultak. És ez a folyamat folytatódik, illetve egy részük, amelyik megteheti, mert a vidra, a hód, a sirály, ezek vándorolnak, nincs ezzel gond, itt vannak nálunk. Akkora tömeg madarak vannak, hogy ember nem tudja elviselni. Óriási gondot okoz a természetes vízhiány, a vízfolyások és a vízes életterek eltűnése. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy ahogy már fogalmazott az imént, a vízhez kötött állatok is eltűnnek. Ez milyen problémákat okoz a későbbiekben? Tehát itt nem napokban, hanem években, évtizedekben kell számolni nyilván. Igen, hát mi nagyon hiányolnám a természetvédők hangját. Hol vannak a madárvédők? Miért nem lobbiznak azért, hogy oda, hova menekült ez a hatalmas élőlény tömeg, azokat segítsük valamilyen módon? Mi van a pátkai tározó, zámai tározóban, velencei tagon? Hova lett ez az óriási élőlény tömeg, ami ott élt? Vízimadarak, vízhez kötött életű állatok, mindenki, aki csak a vízbe tud megélni. Mindegy, hogy az hogy hívják, teknős békának, varangyosnak, vagy éppen egy vízisiklónak, az mind itt van nálunk a halastavakon, aki még el tudott jönni, aki meg nem, az elpusztult. Olyan természeti kár tömeg érte Magyarországot, amiről nem beszél senki. Miért nem beszélünk arról? Miért csak a szántóföldeket látjuk? Igen, száradnak ki a fasorok, mert lementek az altalajvízszintek, mert a felszíni víz hiánya az végigérződik, az nem úgy van, hogy fönn nincs víz, aztán lent fél méteren meg van, nincs, ott sincs, meg 10 méteren sincs, mert már 12-n van, csak már 14-en, meg 16-on. Amikor réti majd föltöltjük, és itt van be 12 millió köbméter víz, akkor faluba 2 métert följön a kutatnak a vízszintje. És amikor lecsapolunk, ha van mit éppen, most éppen nincs mit lecsapolni, mert egyik tóból mentjük át a vizet a másikba, akkor 2 méterre lejjebb esnek az altalajvízszintek. Az egész ország szárad, és azzal a természeti kár tömeggel nem számolt senki, ami ért bennünket azzal, hogy eltűnt vagy 120 horgásztó, eltűntek a kisvízfolyások, kiszáradtak a patakok, kiszáradtak a kis lápocskák, ennek az élőlény tömege mind nálunk van a halastavakon, a maradékon. Elképesztő, hogy itt sétálnak a 40 centis vízbe a 60 hektáros tó kellős közepén 50-esével a kócsagok. Mit csináljak velük? Én etetek minden, nem elég bajom, hogy nem nő a hal, nem elég bajom, hogy a takarmányt tízezrével zabálják a récék, a nyári lúd, a szárcsa tömeg itt van rajtunk, mindegyik eltűnt, hova menjen? Ahol víz van, oda megy. Nem a Dunára megy, a kavicszátonyokra, hát nincs mit tegyen. A Dunán sincs víz, sehol nincs víz, ez az élőlény tömeg egy része megsemmisül, egy része pedig itt élősködik rajtunk. Nem hallottam még, hogy bárki segíteni akarna, aki lelkes természetvédő. Miért nem jönnek hozzánk az zöldek, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezt a hatalmas tömeget eltartsátok, halászok? Mert az mind nálunk eszik. Nagyon jó védeni az államnak, a közösségnek, az uniónak. Nagyon jó védeni, csak nem az én pénztárcámon csinálnák mindezt. De el fog ez fogyni, ahogy mi is el fogunk fogyni. És velünk, a halászattal, egy hektár halastóval olyan biodiverzitás tűnik el, amit föl se tudunk fogni. Erről papoltunk egészen eddig, amíg nem jött az energiapánik. Hogy tudnánk megmenteni az emberiséget, a földet, az életet, hogy tudnánk megmenteni? Most pedig a vízzel nem bírunk, nem az élettel, meg az emberiséggel, a legalapvetőbb dolgunkkal nem bírunk, a vízzel.
És ebbe kellene gyorsan intézkedni, és elmondani mindenkinek, hogy nem csak az a víz fogy el, amit megiszunk, nem csak az a víz fogy el, amin gazdálkodunk, nem csak az a víz fogy el, ami az élet alapja, az is majd, amit inni fogunk egy pont után. Fontos kérdés a kárenyhítési rendszer állapota. Ugye a mezőgazdasági termelőknél ez működik, ugyanakkor a hallgazdaságoknál egy óriási probléma, hogy ez hiányzik. Sajnos igen. Mi szerencsétlenségünkre volt már erről szó, az Európai Unió halászati alapjához tartozunk, ahol ezek a rendszerek nem működnek. Azt kell mondjam, hogy most kaptuk meg azt a lehetőséget. Vicseva asszony, aki itt volt nálunk egy hónappal ezelőtt Magyarországon, aki az Európai Halászati Bizottságának az elnöke, azt mondta, hogy az Európai Unió halászati alapja fordulhat a vidékfejlesztéshez, és azokat a területeket, amelyek a halászati alapban nincsenek meg, például a természetvédelmi károk enyhítése, a Natura 2000-es területek elismerése, a védettségi státuszok valamilyen szintű dotálása, azokban mi is részesülhessünk, és ilyen lenne a kárenyhítési alap is. Nincs kárenyhítési alap a halászatban, és nincs biztosítása, se a halra nincs, se az asszályra, semmi, a világon semmire. Tehát mi egy olyan szerencsétlen kis porszem lettünk ebbe az egész hatalmas darálóba, hogy én megmondom őszintén, nem saját magamról beszélek, amiről most mondom, az a mahal. Én fogok utoljára esni, mert én ezelőtt 15 évvel már ráálltam arra, hogy több lábon állja, diverzifikáljunk, hogy horgászcentrum legyen, hogy étterem legyen, hogy saját állattartást legyen, hogy mindazt, amit lehet tolerálni egy probléma esetén, a napelemparkoktól kezdve végig, azt próbáljuk meg kivédeni. De nagyon sokan nem tudták megtenni. Vagy nem ismerték föl, vagy nem akarták, vagy nem tették meg. El fog tűnni a halászat egy jó része. Kárenyhítés nélkül teljesen magunkra vagyunk hagyva. Hogy a gátat elszakította a víz, vagy kiszáradt a tó, az teljesen mindegy. Egy fillér nem jár senkinek. Az almás megfújja a szél, fizetnek, nagy termés van, fizetnek, osztály van, fizetnek, nálunk ez nem működik. Én nagyon remélem azt, hogy a minisztériummal egy hónapon belül lesz egy megbeszélésünk, nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy megpróbáljuk azt a vidékfejlesztési alapból azokat a területeket, ahol a halászat hátrányosan érintett, mint mezőgazdasági ágazat, azokból, amiről mi beszélünk, az fillérek. A halászatnak 1-2 milliárd az életét jelenti, ami tulajdonképpen ebben az óriási mezőgazdasági alapban játékszer. Most a miniszter úr meghirdett, hogy 100 000 különleges védett területet ugye bevonnak a támogatási rendszerbe. A halastavak kimaradtak ebből is. Tehát valahol mindig a perifériára kerülünk, mi akkor kerülünk elő, amikor karácsonykor nincs hal, és majd akkor fogunk előkerülni, amikor Magyarország importra szorul halból, mert nem lesz édesvízi halunk elég. Nem tudjuk a 800 000-es horgásztábort kielégíteni. Nem lesz annyi halunk. Mindegy, hogy mennyit fizetnének érte, fizikailag nincs. Egész Európának nincs hala, mert nem minket lepett meg az asszály, egész Európát. És épp úgy nincs Csehországban, mint Lengyelországban, vagy éppen Romániában. Csak ők okosabbak voltak. Csehország és Lengyelország ad a halászainak területalapú támogatást, hogy éljen meg valahogy, legyen tőkéje, mint minden más mezőgazdasági ágazatnak. Romániában pedig egyszerű a téma, azt mondták a halászok, hogy sokkal jobban járok, ha felszántam a fenébe. Felszántam a halastavaimat, és helyette csinálok kukoricát. Van területalapú támogatás, úgy terem a halastó talaja 5 évig, hogy hozzá se kell nyúlnom, és köszönöm szépen, én is kimegyek 4-szer egy évbe, és megnézem, hogy néz ki, mert enni nem tudok benne mit, majd a bértraktor az le fogja szépen növényvédelmezni, vagy amit éppen csinálni kell vele. És nem ülök ott a tóparton minden reggel, hogy van-e oxigénhiányom, hány darab madár van rajta, éle még a halam, vagy van-e még vizem. Nagyon fontos kérdés, amit említett. Ez Magyarországon is várható, hogy egyre több halgazdaság szűnik meg, és áttérnek a növénytermesztésre, miként látja? Ez a folyamat már indult. Itt a Dunántúl alsó felébe, Tónába, Baranyába, itt a helyzet Zalaj részébe, a helyzet szinte reménytelen. A második éve nincs víz a tavakba, második éve nem tudnak föltölteni, második éve nincs gazdálkodás. És ahogy mondtam, volt itt nincs támogatása. Valakinek van 10 hektár földje, teljesen mindegy, mit csinál benne. Ha semmit se, csak parlagon tartja, akkor is kap 50-70 000 forintot. Egy halastavon nem tudom ezt a pénzt megtermelni. Honnan? És mindenkinek ki vagyok téve. Mindenkinek, időjárásnak, vízjárásnak, takarmányáraknak, az összes többinek. Direkt nem beszéltem a többiről, hiszen mindenkit érint. Akinek disznója van, akinek bármilyen állata van, azt érinti. Csak mindenki támogatást kap. Húzzuk ki a bajból a tejágazatot. Hát itt van 10 milliárd. Hú, akkor segítsük a víziszárnyas tenyésztőket, mert nagy baj van. Ott van 3 milliárd. És akkor sorolhatnám tovább. Mi meg úgy vagyunk itt, mint a lelenc gyerek, aki tulajdonképpen nem tartodik sehova se. Mert a mi fogalmainkat az Európai Unió halászati területén nem ismerik, nincs ilyen.
és az egész Európai Unióban, ahol több millió, el nem tudom mondani a számot, hogy mekkora terület, halászati vízterület a tengereken, óceánokon, beltengereken, összesen van 220 ezer hektár belvízi halastó. Nem tétel, nem tudjuk a figyelmet fölhívni magunkra az Unióba. Most azt tervezzük, hogy amiről most itt beszéltünk, azt elmondjuk az Unióba is. Hogy most kellünk, vagy nem kellünk. Akartok zöldítést? Akartok biodiverzitást? Akartok egy teljes körű ökoszisztémát megtartani? Vagy hagyjuk a fenébe, és akkor elment, és akkor szántsuk föl mi is. Aki egyszer kiszámolja, mi történik egy hektár vízterület elvesztésével, különösen az halastó, ahol háromszor akkor a biodiverzitás, mint egy normális tóparti pocsolyában valahol a sárvíz mellett. Az rájön arra, hogy olyan élettömeg pusztul el a halastavak eltűnésével, amit soha többet nem tudunk pótolni. Tehát fontos a vízmegőrző szerep, de történnek erre intézkedések? Azt tudjuk, hogy Nagy István agrárminiszter is úgy fogalmazott, hogy hazánkban a bejövő víz, illetve amennyit kibocsátunk, ezen változtatni kell, mert ez túlságosan nagy tömeg. Tehát ebben lehet-e előrelépés, illetve és ez valamelyest segítene a halastavakon? Állami döntés kérdése. Magyarországon két területen lehet a vízzel, a víztömeg megtartásába gyorsan intézkedni, a halastavakon és vízügyes tározókon. Ezek a tározók 30-40 éve nem lettek megkotorva, az államiak. Legyen az Zámoly, legyen az Pátka, legyen az bármelyik tározó, ugyanez van a halastavaknál is. A halastavak iszaptalanítását soha nem tudta a gazda saját erejéből. Ez még a múlt században is úgy történt, hogy állami támogatást kaptunk hozzá. A halastavak tele vannak gazdag szerves anyaggal, olyan iszappal, amit lehetne a szántóföldeken használni. Persze itt is vannak idióta intézkedések, hogy veszélyes hulladék kell kezelni a halastav iszapot. Hát a világ marhasága, élelmiszer termelnek rajta. Az a föld úgy került a halastóba, hogy a szántóföldeket mosta le hozzám a csapadék, amikor még volt, és akkor veszélyes hulladéknak kell minősíteni. Ezen talán már túl vagyunk hatalmas verekedésekkel, mert ezekért verekedni kell természetesen. Amíg természetesen terület, addig nem veszélyes hulladék. Amikor az iszapot kiteszem a partra, az veszélyes hulladék. Valakinek nincs ki az összes kereke, vagy egyen már több van neki, és nem tudjuk követni. Tehát legelső az lenne, hogy legalább 150-200 millió köbméterrel meg lehetne növelni az országban tartható vízmennyiséget, ha halastavakat tervszerűen elkezdenénk kotorni, a szerves anyag iszapot akár a depóniákba, akár pedig a szántóföldeken gyümölcsösökben felhasználnánk, ilyen műtrágya árak mellett a következő nagy lépés az lesz, hogy el fognak szegényedni a földjeink, mert nem lesz benne tápanyag, nincs amivel tápáljuk a növényt. És amit nem etetsz, az nem nő. Legyen az búza, kukorica vagy hal, teljesen mindegy, azt épp úgy etetni kell. Tehát legelőször ezeket a meglévő területeink rehabilitációját kéne gyorsított ütemben megcsinálni. Géppark megvan hozzá, a magyar vízügy hibátlan. Én nyugodt szívvel mondom, ismerem 50 éve a vízügyet. A magyar vízügynek az lesz a feladata, hogy hajtson végre egy rekonstrukciós programot, a halastavak öntöző rendszerek, tágozó rendszerek és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kérdésében, akkor csak egy kérdés magad. Hol a pénz? És ezt a pénzt kell hozzá megtalálni. Én azt gondolom, hogy az országnak, minden országnak vannak erőforrásai, az erőforrások elosztása, az a kormányzat feladata. Nyilván mindenki kiabál most kormányzati forrásokért, el kell dönteni a kormányzatnak, hogy mi a legfontosabb Magyarország számára. Szerintem nagyon kevés olyan dolog van, ami fontosabb lenne, mint a víz. Tehát a szakmai koordináció kulcskérdés mindenképpen, és ön úgy fogalmazott, hogy a vízügy szakemberei erre képesek, hiszen remek szakemberekről van szó. Viszont a nemzeti támogatások kérdése az továbbra is kérdéses. Egyáltalán lehet optimista, hogy ezt a nemzeti támogatási rendszer megváltozik? Nem. Nem vagyok optimista. Minket hagyni fognak elveszni. Azt, amikor majd nagy lesz a baj, amikor majd nem tudunk a horgásztavakba se halat adni, amikor majd karácsonykor sorba állnak még a 2000 forintos halér is, mert csak minden harmadik családnak jut, akkor majd észreveszik, hogy a halászat hiányzik. Nem. El fognak hagyni bennünket. Én nem vagyok optimista egy csöppet sem. Hát az asszály nyilvánvaló, hogy megnehezíti, és azt hiszem az egész ország dolgát, de a házasságok különösen rossz helyzetben vannak. A támogatási rendszerről kérdezném még. Tehát lát arra esélyt, hogy a következő tárgyalásokban ez megváltozzék? Akkor, hogyha az Európai Unió ezeket a pénzeket a következő 7 évre biztosítja. Mert nemzeti forrásból nem látom ezt biztosítottnak. Ha ezeket a pénzeket biztosítja, és megkapjuk a lehetőségét annak, hogy a nálunk nem lévő címekre megkapjuk azt a pénzt, ami jár a mezőgazdaságban mindenkinek.
és nem úgy kell kilincselni, hogy vegyetek már be bennünket is a kedvezményes hitelbe, hiszen mi is itt vagyunk, mert ezt úgy kell kilincselni most, hogy el kell intézni, hogy akkor hát tényleg, jaj, a halászok tényleg itt vannak ezek is, hogy maradjunk benne. Meg megkapnánk ugyanazt a támogatást, amit a mezőgazdaság többi része kap, területalapú támogatásba, természetvédelmi célú támogatásba, Natura 2000-be, és sorolhatnám tovább, akkor köszönjük szépen, nem mondom, hogy vidáman, de meg lennénk mi is. Tudja, nekem az fáj nagyon, hogy ez volt az az egyetlen olyan ágazat a magyar mezőgazdaságban, a baromfin kívül, az állattenyésztésben, amelyik megtartotta a 90-es évi nagyságrendjét. 24-26 ezer hektár halastó megmaradt 90 után, amikor minden tönkrement, minden lerohadt, eltűnt a sertésállomány 70%-a, eltűnt a marhaállomány 50%-a, nem is lesz többet, sose lesz annyi Magyarországon, mint volt. Alig van már birkánk. Csak a baromfi, ami egy ipar, köze nincs már az állattartás klasszikus elveihez, az egy ipar. 42 nap késznek kell lenni, ott a tápa, automat, etető, minden megy. Nagyon örülünk, hogy az legalább nagyon jó kezekben van, és az az egyetlen, ami fejlődött. És most, amikor már itt tartunk, most végzünk el banális dolgokon, hogy nem tudunk a figyelmet magunkra főhívni. Nem a panaszkodás hangjához, 51 éve dolgozom ebben a szakmába. Én látom ennek a csodálatos szakmának minden rezdülését, benne éltem a kezdetektől fogva. És innen fogok elmenni, remélem majd a ködös vizekre is. Katasztrófa látni azt, és ezt nem tisztem, hogy bármit is kritizáljak. Katasztrófa látni azt, hogy marginális dolgokra mennyi pénz folyik, megy el, és hogy azokra a dolgokra, amik a jövőnk, és ez most nem a halászatról beszélek, ez az ország jövője, hogy a vizeket itt tartsuk, hogy itt legyen egy biodiverzitás, hogy büszkék lehessünk arra, hogy mi minden van nálunk. Nyilván nagyon kevesen tudják, hogy mondjuk a nagykócsag állomány 66% az Európai Unióban, nálunk van Magyarországon. A vidőállomány 45%, ekkorkák vagyunk az Unióban. És ilyen óriási természeti értékeink vannak. Amik csak akkor kerül elő, amikor jaj, nehogy lelőjék, jaj, nehogy baj legyen, jaj, hogy kormorán. Mikor megbüntetnek, azért tavaly 14 millióra megbüntettek, mert rosszul írta be a kislány a számot, és nem 100 darab madárról volt szó, hanem 1000-ről. És hiába vittem a papírt, hogy de hát minden évben ennyit lőttünk, de hát önként vallottam be, de hát csak elírtuk a papírt. Nem, a természetvédelmi törvényben ott van benne. Úgy megbüntettek a kormányhivatal nagyon boldogan, úgy megbüntette 14 millióra, elvitte a félévi nyereségünket. Akkor van természetvédelem, most hol van? Most miért nem kiabál mindenkivel, hogy hova lettek az állataink? Háromszor annyi koronáz az idén, mint amennyi volt eddig. Mert harmadával kisebbek a vizeink. És a madár jön és enni fog és zabálni akar. És csak a tavalyi lőszerköltségen volt 6 millió forint. Akkor hol vagyunk? Tehát egy kicsit kompletebben kéne gondolkodni. Mindenki csak a saját maga kis porcióját nézi, a maga kis területét. Mindegy, hogy most miről beszélünk, teljesen mindegy. Egy kicsit jó lenne, hogyha mindenki csak egy picikét is tudna legalább az összefüggésekbe gondolkodni. Mit jelent a halastó? Mit jelentenek a vizek? Mit jelent a természet? Mit jelent az ökológia, biodiverzitás? És ne használjunk nagy szavakat, hogy a gyerekeknek mit hagyunk. Na igen, mit hagyunk? Kiszállt erdőket és tönkrement halastavakat. Hát, erre nem mennék büszke. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.